A rendőrség rendezvényein, főleg falulapokon merült fel az ötlet, hogy érdemes lenne a régóta vezetői engedéllyel rendelkezők tudását felmérni. Náluk ugyanis sokszor nincs tudás megújítás, nagyon kevesen követik a jogszabálymódosításokat. Ezzel akkor szembesülnek, amikor rutinból vezetve esetleg problémát okoznak és rájönnek, hogy ami valamikor megszokott és jó volt, az a mai világban bár nem feltétlenül úgy működik. Hangzott el 35 perc című műsorunkban. Igazándiból azt szeretnénk, hogy az emberek foglalkozzanak magával a kresszem, hiszen a kreszt tesztet tölt ki, amit a honlapunkon tehet meg, akkor ezáltal gyakorolhat, hiszen azonnali visszajelzést kap arról, hogy helyes vagy helytelen volt a válasza. Ha a 10 kérdéses kressz 80%-ra legalább kitöltötte, akkor beregisztrálhat, és részt vehet majd a gyakorlati napon, ahol a kormányhivatal közlekedési felügyelősége egy próba vizsgát fog majd nekik prezentálni, és aki ott megfelelt, illetőleg a Vöröskereszt segítségével az első tudását is megújította, az egy vizsgabiztos mellé beülve számot adhat gyakorlati tudásáról, újra levizsgázhat, mint egy 17 éves friss gyermek, és megnézheti, hogy mennyit változott azóta az ő képessége, alkalmas-e még arra, hogy most levizsgázott. Ha nem sikerül a vizsga, az sem jár hátrányos következményekkel, de aki sikeresen vizsgázik, az ajándékcsomagot kap. A tíz kérdéses tesztet úgy állították össze, hogy akár az orvosi rendelőben várva, vagy a boltban sorban állás közben mobiltelefonról is kitölthető legyen. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy még van mit tanulniuk a sofőröknek. Ez már kettő hete elérhető, illetve korábban is próbaverzióként már fenn volt az interneten, és a www.ssbmbb.hu honlapon találják meg ezt a tesztet, illetve több oldalról is erre a honlapra van átirányítási lehetőség. Hát ez a, nehéz volt így kimondani, de ez a szabolcs már bereg megyei Baleset Bizottságnak a rövidítése, tehát így megtalálnak minket, ha ezt így beütik a keresőbe, akkor ki fogja adni ezt a honlapot. A működés óta annyian regisztráltak, hogy a rendőrség már szervezi a gyakorlati napot. Ez három részből fog állni. Egy kreszt kitöltése után első segélynyújtásból vizsgáznak, végül egy vizsgabiztos mellett egy rövidített vizsgaútvonalon zárják a napot.